Köszöntöm nézőinket, friss hírekkel jelentkezünk. Nézzük, melyek a fontosabbak. Élményszerű, de terápiás jelleggel is bíró kutyaasszisztált programot tartanak Gyergyószentmiklóson. Hagyományra építve, modern köntösben kerül színpadra a Jerika kő legendája. Népszerű volt idén is a detroiti terepfutó verseny, 250 versenyző állt rajthoz. Kutyával asszisztált tevékenységek zajlanak ezen a héten a gyulafehérvári Caritas korai nevelő és fejlesztő központjának szervezésében Gyergyószentmiklóson gyerekek számára. A résztvevők számára nem csak élményszerű a program, hanem terápiás szempontból is igen eredményes a foglalkozás. Ismét megszervezték Gyergyószentmiklóson az állatasszisztált tevékenységet. A helyszín most is a Szent István plébánia nagy terme, ahol két csoport számára 9 és 11, illetve 12 és 14 óra között zajlanak a tevékenységek egész héten. Két korcsoportnak szántuk ezeket a tevékenységeket, a 4-7 éveseknek és a 7-9 éveseknek. Elsősorban a saját bejáróinkat szólítottuk meg, valamint a tőlünk kiment bejárókat. Vannak mássággal élő gyerekeink, akik ugye a fogyatékos gyerekek központjában vannak, valamint a tőlünk cseperedős csoportokból kikerült gyerekek, akik már óvodások, iskolások, és vannak olyan gyerekek is, akikkel mostanig nem volt kapcsolatunk, akik a pedagógusokon keresztül jutottak el hozzánk. A Caritas szakembereit Fülöp Csilla gyógypedagógus, kutyafelvezető és kutyakiképző segíti a héten zajló tevékenységek során. Tulajdonképpen ugyanaz van, hogy egy kicsit a szocializáció, egymás közötti viszonyulások feloldása, nagyon sok a szorongó gyerek a kutya jelenlétében, vagy nagyon sok az a gyerek, aki túl merész a kutyával szemben, és akkor ezeket próbáljuk egy kicsit kiegyensúlyozni, megtanítjuk a gyerekeknek és szülőknek azt, hogy hogyan szabad egy kutyához megfelelően közeledni. A célok azok maradnak ugyanazok, mint a tavalyi évben, a gyerekek is nagy részt változtak. Ilyen helyzetben, ilyen rövid idő alatt, tehát egy hetes a tevékenységünk, nincs lehetőség arra, hogy komolyabb célkitűzéseket véghez vigyünk. Az egyetlen fontos szempont az az, hogy legyen valamilyen nevelő jellege, de hogy a gyerekek jól érezzék magukat, és miután elmennek, reményeink szerint azzal maradjanak, hogyha szeretnének is egy kutyával ismerkedni, azt hogyan lehet helyesen megtenni. A tevékenység látványos, készségfejlesztő és szocializáló jelleggel bír. Annak ellenére, hogy elsősorban élményszerzőként jött létre a résztvevők számára, nem mellékes a terápiás hatása sem. Mintegy 5 millió lejjel egészítették ki a roncsautó program költségvetését, jelentette be a Környezetvédelmi Alap. A Roncsautó Plusz program 20 millió lejes kerettel egészült ki. Ezt a magánszemélyek támogatására szánják. Augusztus 21-től pedig további 200 millió lej állhat rendelkezésre. A program keretében azok, akik leadják 8 évnél idősebb autójukat, 7500 lejes támogatásban részesülnek új autóvásárlása esetén. Ehhez további 3500 lejes kedvezményeket kaphatnak, amennyiben hibrid autó mellett döntenek. A Roncsautó Plusz keretében 45 ezer lejes támogatás jár elektromos gépkocsik és 20 ezer lej hibrid autók vásárlása esetén. Ehhez adódik hozzá a 8 évnél idősebb autó forgalomból való kivonásáért járó összeg. A történelmi egyházak támogatásáról döntött a megyei tanács a júliusi soros ülésen. Befoglalták a megye költségvetésébe az árvízkárok enyhítésére kiutalt kormánytámogatást, és a költségvetés kiegészítésből több önkormányzatnak is juttattak összegeket folyamatban levő beruházásaikra. 4.039.000 lejt hagyott jóvá Hargita megye tanácsának testülete a július 26-ai soros ülésén. Tavaszi kiírásán a megyei tanács történelmi egyházaknak szóló programjában összesen 96 pályázatot bírált el pozitívan. Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke elmondta, idén a leadott pályázati igénylési összeg csaknem háromszorosa volt a keretösszegnek. A megyei tanács elnöke ugyanakkor hozzátette, hogy ősszel ismét lesz pályázati kiírás.
4.039.000 lej lesz a teljes összeg, amivel több templom, műemléképület, egyházi ingatlan feljavításához járulunk hozzá. Itt van egy elégedetlenség részlegesen, ami ez van, nincs, amit csináljunk, hogy az előző években szinte 100%-ba tudtuk támogatni a pályázatokat, most ebben az évben sokkal nagyobb értékben érkeztek be pályázatok az egyházi kiírásunkra. Tavaly nem volt annyi szabályos pályázat, amennyi pénzünk volt, maradt meg, az idén háromszorosa az összeghez képest az igény, úgyhogy 30-tól nagyjából 50%-ig mentek a támogatások. Tehát az intenzitása, a támogatások intenzitása 30-50%. Tehát, hogyha még bárki úgy érzi, hogy jó lett volna máshol is, de azt beszéltük a főesperesekkel, esperesekkel, gratuláltunk, máskülönben itt volt a két új unitárius esperes is, hogy összefolytatjuk, és elmondták az esperesek, hogy ez nem a világ vége, hogyha most valaki kap 30-50%-ot a 100-ból, amit kért, mert legalább őszig tud dolgozni, és főleg most az anyagárakat tekintve mindenkinek a legfontosabb, hogy most vegyen vasat, cementet, olyan dolgokat, aminek az ára folyamatosan emelkedik, és legrosszabb esetben ősszel a munkadíjra fog pályázni. Úgyhogy ebben maradtunk az esperesekkel. Én másképpen mondtam nekik, hogy azt is tehetjük, hogy a 107-ből 20-30-at forrás hiány miatt, és az alacsonyabb pontszámokat, azokat most kivesszük, és nem támogatjuk, de azt mondták, hogy nem, azokat is kell, mert mindenki szépen haladjon előre, és az évek folyamán azért mentek előre a dolgok. Belefoglalták a költségvetésbe azt a 2,8 millió lejt, amelyet az árvízkárok helyreállítására igényelt a megyei tanács. Mint korábban beszámoltunk, az RMDS kormányzati szerepvállalásának köszönhetően a Hargita megyei igénylések teljes mértékben támogatást kaptak. Ugyancsak a költségvetés kiegészítéssel biztosítják a Borszéki Wellness Központ befejezési munkálatait. 75 ezer lejjel támogatják az idén kibővülő 15. székelyföldi körversenyt. Számunkra nagyon fontos az, hogy ez a központ minél hamarabb kezdene el működni. A gyógy és wellness fürdő Borszéken át kell helyezzünk összeget. Szeretném jelezni, mert egy hónapja dolgozik a kivitelező az utolsó fázison, és én bízom benne, hogy időben, hát egy jó kivitelezőt kaptunk Kovászna megyéből, azt ha jól tudom, Kézdivásárhelyről, és a Borszéki Fürdő Wellness Központ ügyét hiszem azt, hogy meg tudjuk érdemben, becsülettel tenni, végezni. Látják önök a székelyföldi biciklis kerékpáros körversenynek az ügyét. Ebben az évben bővültünk Maros megyével, és ez ilyen tekintetben egy nagyon nagy dolog, hogy viszik a jó hírnevünket a kerékpárosok. Folytatják a járda programot Gyergyóújfaluban, a testület elfogadta a megvalósíthatósági tanulmányt. A 6%-os áfa visszaosztásból ezúttal 4 településnek hagyott jóvá támogatást a testület, 385 ezer lett korondnak a vízrendszer felújítására, bővítésére és járdaépítésre az országút mentén, 450 ezer lett Homorod Szent Mártonnak közszállítási infrastruktúra bővítésre, a községközpont és Gyepes irányába, 550 ezer lejt Parajdnak Alsósófalva szennyvízhálózatának kiépítésére és egy garázs kialakítására a tűzoltó autó számára, valamint 160 ezer lejt Székelyderzsnek fűtésrendszer kiépítésére a napközi számára. 3 új fejlesztési társulást hoznak létre a kistérségek fejlesztésére. Az egyik az Alcséki fejlesztési társulásunk, Alcsik Kászon, aminek keretében minden héten szerdán reggel szoktunk találkozni az alcsiki polgármesterekkel, és elég sok jó célt fogalmaztunk meg, erdei utak, körgyűrű, bicikli utak, egyéb fejlesztések, amit szükségesnek tartnak, és egy sajátos helyzete van a Büdös fürdőnek, ahol Csíkszent Imrével közösen szeretnénk pontszerű fejlesztéseket végrehajtani, több mint 2000 hétvégi ház van rendezetlenül, gyenge árammal, csatornahálózat nélkül és gyenge vízellátással, egy kaotikus faluképpel, úgyhogy ezt együtt kellene rendezünk a Hargita hegység
terv keretében, és hát az elmúlt időszak fél év egyik eredménye a Nagyhagymás térségi övezeti rendezési terv. A Nagyhagymás fejlesztési társulással Gyergyó térség és Felcsi kistérség turisztikai terveit hangolnák össze. Románia vezeti az európai baleseti statisztikákat, jelentette ki tegnap Lucian Bode belügyminiszter, utalva arra, hogy az elmúlt hét utolsó három napján 24-en haltak meg közlekedési balesetben az országutakon. A hétvégi baleseteket a katasztrófa védelmi felügyelőség foglalta össze egy közleményben. Eszerint pénteken 9, szombaton 5, vasárnap pedig 10 személy vesztette életét a romániai utakon. 17 balesetnél a mentőknek kellett szétvágniuk az összeroncsolódott gépkocsikat, hogy ki tudják szedni az áldozatokat. A témát taglaló szakemberek közölték az Európai Unióban, 1 millió lakosból átlagosan 42 ember veszti életét egy évben közlekedési balesetben. Romániában ez a szám több mint kétszerese. Egy csomafalvi legendát visz színpadra a Mocorgók Néptánc Együttes a Szárhegyi Kulturális és Művészeti Központ támogatásával. A bemutató csütörtökön lesz. A Jerika kő legendájának bemutatására készül a csomafalvi Mocorgók Néptánc csoport. Több éves álom valósul meg, amatőr táncosokkal egy különleges előadás készült el. Nagyon sok gondolkodás és segítséggel, tehát egy olyan ötlet támad, hogy egy nagy tata és egy kisgyerek egy unoka beszélgetéséből, vagyis hogy meséjéből, tehát ugye a sztori szerint, tehát mindenki úgy, hogy a nagy tata mesél a kisfiúnak. Na de ezt most megfordítottuk, tehát hogy csináltunk egy cselt benne, hogy a kisfiú meséljen, tehát a kisfiú mesélje el a nagy tatának. Jó, beleakad a mesébe, ezért a nagy tata kijavítsa. Rengeteg sok táncanyag van belepakolva egészen erdészetszerte, és román, magyar táncok benne. Az egész darab, tehát az ötlet, meg az egész Jerika kő legendája, az körülbelül 3 éves álom nekem. Tehát 3 éve folyamatosan gondolkodok rajta, szedem az anyagokat, összerakjuk, nem jó, nem jött ki, tesszük, vesszük. Hála jó Istennek, hogy a Szárhegyi Kulturális Központ ebbe segítségemre jött, tehát Bélának nagyon szépen köszönöm, hogy anyagilag ugye tudtak támogatni ebbe az egészbe, hogy megszülessen a zenéje, ami egy nagyon fontos része, vagy ugyanúgy a forgatókönyv, meg stb. Ezek mind, ami hozzátartozik egy ilyen előadáshoz. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. A produkció létrejöttét a Szárhegyi Kulturális és Művészeti Központ, valamint Hargita megye tanácsa támogatja. Gyergyó Szárhegyi Kulturális és Művészeti Központnak többszörösen célkitűzése az, hogy ilyen jellegű produkciókat támogasson, ilyen jellegű kezdeményezéseket támogasson, hiszen számunkra a hagyományőrzés igen-igen fontos, a fiatalságnak, az ifjú nemzedéknek, hogy lehetőséget teremteni a kibontakozásra egy másik igen-igen fontos szempont, és nem utolsó sorban szerettünk volna egy olyan hátteret biztosítani ehhez a legenda feldolgozáshoz, amely egy életre szóló élmény tud lenni azoknak a személyeknek, akik ennek az előadásnak a létrehozásában tevékenykednek. Az előadás látványterén kapcsolódik a hagyományoshoz, de mégis modern. Attól különleges ez a darab látvány szempontjából, hogy próbáltunk egy olyan színpadi képet alkotni, ami még eddig táncínházi alkotásokban nem láttunk. Vetítés lesz olyan szempontból, hogy homokrajz által fognak bizonyos dolgok megelevenedni a színpadon. Én, ami a jelmezeket úgy álmodtam meg, hogy az ősmagyar öltözködés kultúrából merítve, egy kicsit maivá téve próbáltam megalkotni a tánckar jelmezeit. A lányok ruhájáról többet tudnék mesélni olyan szempontból, hogy a szoknyák színvilágával próbáltam
nagyon közel maradni a régi székely népviselet színeihez, de ugyanakkor újat, modernet alkotni ezáltal. A környék több településéről érkező fiatal táncosok nagy lelkesedéssel dolgoznak, igyekeznek a lehető legtöbbet kihozni magukból. A bemutatóra az Egyfest első napján csütörtökön kerül sor, este 6 órától a csomafalvi Borsos Miklós művelődési házban. A későbbiekben pedig máshol is színpadra viszik majd. Nagy öröm számunkra, hogy azért igen komoly szakmai hozzájárulás van, és szakmai igényességgel igyekeztünk ezt a produkciót létrehozni közösen, ugye, mert ez a kulcsszó, hogy közösen hoztuk létre. Tehát a felsorolt személyek plusz a Mocorgó Néptánc Együttes és a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ, természetesen a Hargita megye tanácsának az anyagi hozzájárulásával, tehát így jött létre ez a produkció, és nagy öröm számunkra, hogy látjuk azt, hogy egy olyan lelkesedéssel, olyan alkotási vágyal teszi mindenki a dolgát, amielőtt csak fejet kell hajtsunk, és mondjam azt, hogy nagy-nagy köszönet, dicséret és elismerés azoknak, akik ebbe a projektbe belekapcsolódtak, és reményeink szerint egy nagyszerű produkciót láthat majd a nagy érdemű, amelyet meg is szeretnénk mutatni ugyancsak közösen, hiszen terveinkben van az, hogy a bemutatónál nem áll meg itt tehát az élet nem múl ki ez a produkció, hanem ezt meg szeretnénk turnéztatni ott, ahol be lehet mutatni, hiszen nagyon sokan játszanak benne, jelentős tehát nagy színpad méret a igény van, tehát nagyobb színpadokon lehet ezt bemutatni, de örülünk annak, hogy ilyen népes csapat dolgozott ezen a produkción. Az előadás ma is érvényes problémákat boncolgat, igazi élményt ígér, érdemes megtekinteni, hívják fel a figyelmet az alkotók. Verespatak bányászati kultúrtája ma felkerült az UNESCO világörökségi listára. Az indoklás szerint az univerzális jelentőségű kulturális értékei miatt vették fel a védett helyszínek közé a kiterjedt és változatos, technikailag komplex, római kori föld alatti bányarendszere, valamint a jellegzetes lakóvezetek temetők miatt. A Verespataki bányászati kultúrtáj ugyanakkor felkerült a veszélyeztetett értékek jegyzékére is, amivel elismerték, hogy sürgős védelmi intézkedésekre van szükség a megőrzéséhez. A Székely-Udvarhelyi Egyetemi Központ webinárium keretében bátorító kerekasztal beszélgetést szervezett, amely diákoknak és szülőknek egyaránt útmutatásként szolgálhatott. A Segítség leérettségiztem című online beszélgetés személyes tapasztalatokat, szakmai tanácsokat egyaránt tartalmazott. Bátorító kerekasztal beszélgetést szervezett a Székely-Udvarhelyi Egyetemi Központ főként a pályaválasztás előtt álló fiatalok és szüleik számára. A beszélgetés hasznosságát mi sem támasztja jobban alá, mint hogy az érettségi után álló fiatalok sok esetben nem tudják, hogy mivel folytassák tovább mindennapjaikat. Egy bő hete jönnek az elkeserítő hírek a magyar fiatalok érettségi eredményeiről, de ez nem egy olyan beszélgetés lesz, ahol bűnbakokat keresünk, ahol feltétlenül okokat vagy ürügyeket keresünk, nem egy olyan odamondogató, nem egy megmondó emberkedő beszélgetésnek indul. Ugye az esetleges okokról nagyon sok helyen, nagyon sok mindent már elmondtak, leírtak, és sok-sok módszertani tanulmány született, és miért ne a szakemberek dolga, hogy minél előbb változásokat érjünk el. A mai kerekasztal beszélgetésünk olyan embertől emberig beszélgetésnek készült tulajdonképpen, amely bár tudomásul veszi ezt a diagnózist, hogy baj van, amiről az előbb beszéltünk, tudomásul veszük a tényeket, de a jelen és a pragmatikus közel vagy jövő tervezés a legfőbb célunk, tehát ez egy biztató beszélgetés kéne legyen, amelyből mind a szülők, mind akár a diákok, az érintett diákok egy picit erőt meríthetnek.
A meghívottak hasznos, személyes tanácsokat és tapasztalatokat is megosztottak az informatív válaszok mellett, így a beszélgetés felnőttek és diákok számára egyaránt előnyös volt. A Segítség leérettségiztem elnevezésű webinárium során olyan kételyekről és félelmekről is szó került, amely gyakori a diákok, de még a szülők körében is. Ezek eloszlatását is megkísérelték az előadók. Egy dolgot kell tudni, hogy a gyerek, főleg minél kisebb, nagyon nyitott. Tehát azt az információt és azt az élethelyzetet szívja be, amivel találkozik. Tehát, hogyha te tökéletesen is azt mondtad, hogy te fiam, nyugodtan válasszad azt az ellenkező útat, én téged mindenbe is foglak támogatni, és ne apádnak és az édesanyádnak a szakmáját vidd el tovább, de szerintem a bölcsesség és az úgymond jó marketinges szülő mit tesz? Olyan élethelyzetekbe viszi, amiben segítséget kér kamasz gyerekeitől, és fogásokat tanít be. Tehát a mérnökök közül ő lesz a legjobb állatorvos, vagy a pszichológusok közül ő lesz a legjobb szakács, és ezek az apró fogások, amire a gyerekek ez a multitasking világát éljük, szerintem különböző élethelyzetekbe nagyon tudnak segíteni. Az érettségi után álló fiatalok rengeteg szempontot kell átgondoljanak, viszont a siker még akkor sem garantált. A legfontosabb ez az önismereti rész, hogy egyáltalán ki vagyok én, milyen elvárásaim vannak, milyen az én érdeklődési köröm, mi az, amit én szeretettel végzek, miben élem meg az áramlat élményt, egyáltalán mi az én életfilozófiám, hol szeretnék élni, hogyan látom magam, akár 10 év múlva, 20 év múlva. És az sem gond, hogyha ezen belül mondjuk az ellenazonosulással kezdünk, és azt mondom, hogy na ez biztos nem szeretnék lenni. Na ez 100%, hogy ezt nem akarnám csinálni. A bátorító kerekasztal beszélgetés során szinte minden korosztálynak alkalmazható és célra vezető tanácsok hangzottak el, amelyek segítségként szolgálhatnak akár a dilemmák, szorongások feloldására is. Hetedszere is nagy sikernek örvendett a Szent Gellért Cross nevet viselő terepfutó verseny Gyergyó Ditróban. Idén is számos település képviseltette magát a családias hangulatú sporteseményen. Újabb sikeres terepfutó versenyt tudhat maga mögött Gyergyó Ditró község, ugyanis népes mezőny több mint 250 versenyző szaladt a 2021-es Szent Gellért Crosson. Idén is számos település képviseltette magát, nem csak Hargita megyéből, de az ország több pontjáról is érkeztek versenyzők, sőt, magyarországiak is szaladtak a ditrói hegyekben. 8 kilométeres cross, illetve 21 kilométeres félmaratoni táv között választhattak a versenyzők, mindkét távon jelentős szintkülönbséggel is meg kellett küzdeniük. Gyerekek és családok is nevezhettek egy, illetve 2 kilométeres távra. A versenyzők alapos eligazításban részesültek a terepet illetően, majd közösen melegítettek be egy kis tornával. A kettes, a négyes közös, tehát van egy közös pont a Pricskétől felfele és lefele 2 kilométeren körülbelül. A frissítőpontok egyben ellenőrző pontok is. A pálya piros-fehér szalaggal van kijelölve és néhány kapuval. Azon kívül készültünk gyerektávokkal is. Egy 500 méteres, egy 1000 méteres és egy 1500 méteressel, és egy családi távol, ami 2200 méter. A gyerekeket és családokat később indították, ők az aszfaltúton szaladtak és hamar vissza is értek a célba. A díjazást közös ebédelés után tartották meg, a legjobbak értékes nyereményekkel tértek haza. Főbb híreink még egyszer, egy-egy mondatban.
Élményszerű, de terápiás jelleggel is bíró kutyaasszisztált programot tartanak Gyergyószentmiklóson. Hagyományra építve modern köntösben kerül színpadra a Jerika kő legendája. Népszerű volt idén is a Detroit-i terepfutó verseny. 250 versenyző állt rajthoz. Eddig a hírek, most fit percek következnek, majd Főnix konyha is lesz még ma. Viszontlátásra! Műsorunk támogatója a Diego Áruház.